Az előadásunk témája, véletlen sors, gondviselés. Igazából egy kérdőjelet kéne kitenni a cím után, hiszen, <kül> hiszen mindenki az élete eseményeit szeretni valamilyen módon magyarázni. És három fő csapás van erre a magyarázatra, ez a három. Vagy azt mondjuk, hogy egy vaksors, egy véletlen, az ami az életünket írja, hisz oly gyakran hirtelen érnek örömök vagy, vagy nehézségek. Vagy azt mondjuk, hogy mi hiszünk abban hívő emberek, hogy életünket egy személyes szeretet maga az Isten vezeti, és még hogyha néha nem is látjuk minden eseménynek az értelmét, de távolodva, visszatekintve helyükre kerülnek olyan események is, amelyek talán elsőre nehezek, vagy nehezen elfogadhatók. Ez a gondviselés. És a harmadik pedig, amikor azt mondjuk, hogy hogy véletlen. Valójában ez az az irány, amikor nem is akarunk értelmet keresni a dolgokban, eseményekben, mindazokban, amik velünk történnek, hanem, hanem azt mondjuk ez az élet része, történnek jó, rossz, utolért engem most ez, nem kell értelmet keresni mögötte. Két film élményemmel hadd kezdjem, hogy ne annyira elvontan hangozék ez az előadás, és talán egy kicsit önök számára is személyesebbé tegyem. Az egyik filmnek a címe az volt, hogy a nő kétszer. Az angol címe az csapódó ajtók, azt hiszem valami ilyen módon lehetne fordítani. Egy érdekes rendezői kísérlet volt, a, egy történetet mesél el, és ez a történet egy bizonyos ponton egy egész hétköznapi eseményen megfordul. Tehát az egyik történet szerint a főszereplő hölgy, Reggel munkába indulva siet, eléri a metrót, és mögötte záródnak az ajtók. A másik verzió szerint pedig siet, siet, de éppen az óra előtt csapódik be ez az ajtó, és az élet ettől függen, hogy eléri vagy nem éri, gyökeres fordulatot vesz. Eljátszik a gondolata, és végig is viszi a, is viszi a két történetet, hogy abban az egyeseményben eltért a történet, és onnantól már más irányba zajlott minden, ami vele történt. Az egyik szerint beír a munkahelyre, másik szerint várva a következő metrót megismerk egy fiatal és, és így tovább, és így tovább. Véletlen sors, gondviselés, hány olyan apró esemény van az életünkben, ami csapódó ajtóként, váratlan fordulatként, látszólag nagyon, nagyon egyszerű és hétköznapi eseményként lehet, hogy az életünknek fordulatát adja. Akár Megismerkedés fér-feleség között, akár munkahelyi dolgok, akár felismerése valaminek, hányszor apró dolgokon történik, és vajon mit látunk mi benne. Látunk benne valami fátumszerűt, látunk benne valami gondviselésszerűt, vagy nem foglalkozunk és azt mondjuk véletlen. Másik film egy lengyel rendezőnek egy trilógiájából van, ez Kislovszki, így hívják. A trilógia pedig a francia trikorol mintájára kék-fehér-piros, és ennek a kék része, és egyébként a francia égalité, fraternité, liberté, a szabadság, egyenlőség, testvériség alapján ugye mindegyik szín egyfajta témát ölel fel. A kék az pont a szabadságról szól. És nem csak abban érdekes, hogy valóban a kék szín dominál benne, és nem is erőltetetten, hanem... Abban is érdekes és elgondolkodtató volt számomra, hogy úgy indul az egész film, hogy egy autót alulról fényképeznek, és jól láthatóan csöpög a fék olaj ebből az autóból. Benne ülök erről, mit sem tudnak, egy család utazik benne. Egy kislány játszik éppen egy, egy csoki papírral, amit kienged a levegőbe, egy kék színű csoki papír, elrepül. és éppen az alagútban, egy alagútban fut az autó, és és mutatják, hogy az alagútból kiérve hirtelen egy téli, ködös útviszonyok között látjuk, és, és próbál fékezni, a kanyarban nem tud fékezni, neki megy a fának, és, és baleset történik. És a balesetben meghal a férj, és meghal a kislány, és egyedül az anya éli túl. És az egész film arról szól, hogy hogy próbál ő ettől a sorsfordító eseménytől szabad lenni, hogy tud... Van-e egyáltalán szabadság? Egyáltalán mi vele történt az, hogy magyarázható? Egy anyakhiba, egy uh, rosszul dolgozó, figyelmetlen munkás, egy sors, egy fátum, egy elkerülhetetlen véletlen, vagy ha akár a hittel közelítjük meg, akkor hol van ilyenkor az Isten? Ilyen kérdéseket tehetünk fel. Nagyon érdekes a film, ahogy végigviszi ezt az egész kérdéskört, hogy valóban mi az ember szabadsága? hogyha, ahogy mondom, egy csöpögő fékolaj ilyen módon áthúzhatja az egész életét, megpecsételheti a jövőjét, a sorsát. Ez lenne talán a felütést, hogyha lesz idő, akár a filmről is még mesélek, hogy milyen konklúzió lett belőle, mert érdekes, még vannak székek. Hála Istennek, sokan vagyunk, de van még szék. Szeretettel köszöntöm. Még talán uh, annyit felvezetésképpen, hogy nem csak a személyes életünk adja azt az alkalmat, hogy rákérdezzünk arra, hogy vajon ami velem történt, hogy az életem alakult, az, az vajon mi mozgatja, milyen erők mozgatják. Hanem a körülöttünk levő világ eseményeit is szeretnénk értelmezni. Nyilván mindenki fölteszi a kérdést, vajon merre megy ennek a kontinensnek a sorsa, ennek a kultúrának a sorsa, mi lesz Európával, mi lesz benne hazánkkal, mi lesz a mi személyes életünkkel 10-20-30 év múlva, hogy alakul a világ sorsa. Azt hiszem tehát, hogy amiről szeretnék beszélni, az nem idegen tőlünk, még akkor is, hogyha azt mondtam volna, hogy ez egy történelmi filozófiai elmélkedés lesz, akkor lehet, hogy azzal megijesztettem volna önöket. <kül> Valójában mindenki történelmi filozófiát művel, hiszen mindenki fölteszi a kérdést, amíg fölteszi, hogy miért. Miért így alakul az életem. Ez a mai együttlét is nem is inkább előadás lenne, hanem gondolatébresztés mindenki számára, hogy erre a kérdése maga válaszoljon, vagy a válaszok történelmét megismerje, milyen korok, milyen módon válaszoltak erre a nagy miértre, hogy miért alakul így az életünk, a világsorsa, a személyes életünk, körülöttünk levő világváltozásai, van-e valóban valami mozgatóerő minden esemény mögött, vagy nincs. Szokták mondani, hogy az ember egyedül az, aki rá tud kérdezni az élete értelmére, aki kérdéseket mer föltenni. Theodor Lessinghez kötődik az a mondat, hogy az értelem nélkülinek értelem adása az a történelem. Az az, amikor mi nem csak eseményeket sorolunk fel, hanem az események mögött meg akarjuk találni a mozgatóerőket, a hajtó erejét mindennek. Vagy akár Benedetto Krócsét is idézhetném, aki mondja, hogy a részek összessége nem adja ki az egészet. Tehát a történelemben az, hogy vagy akár a személyes történelmünkben, hogy elmondunk adatokat, az még nem fogja kiadni az egészet, az értelmét, az igazi lényeget. Ezért mi arra vállalkozunk most, hogy egy röpke három háromnegyed órában <coughs> áttekintjük, de csak így inkább ilyen jelzésszerűen az emberiségnek azt a kísérletét, hogy erre a miért kérdése hogyan is adott választ. Az első kultúrkör, az első válaszadók sor az a görögöké lenne. Itt is lehetne sok mindent árnyalni, én inkább a, a nagyobb csapást állítom magunk elé, hogy hogy úgy, úgy a közös jellemzőjét ennek a Kultúrkörnek megválaszoljuk. A görögöknél, a görögök számára nem a változó volt a fontos, hanem az állandó. És érdekes, hogy az első történetírók azok, azok ilyen természet megfigyelő emberek voltak, és azt vették észre, hogy minden változás mögött van egy változatlan törvény. Hogy reggel lesz dél-este, hogy tavasz, nyár, ősz, tél, aztán újra tavasz, hogy a csillagok egy utat járnak be, az égen, minden változás mögött végül egy szabályszerű törvényszerűség van. És őket nem a változás érdekelt, hanem ez a törvény, ami mögötte áll. Azt, azt szoktuk mondani, hogy az ő filozófiájuk úgy szólt, hogy mivel az egész világot egy láthatatlan törvény mozgatja, ezért az ember, aki szintén a virágnak a része, akkor talál otthont benne, hogyha ő maga is ezt a törvényt felismeri vagy elismeri. Talán így érthető az, hogy miért volt értelme például a béljóslásnak, vagy a madarak röptének, ugye, amikor a, a, attól függően, hogy milyen madarak jöttek és hova szálltak, abból ők következtetéseket vontak le a jövőt illetően is. Vagy miért van értelme a görög módszer szerint akár a horoszkópnak is. A horoszkóp is arra épít, hogy ahogy a csillagokat egy, mindenek fölött álló törvény mozgatja, ennek a világnak én is részese vagyok, az én életem itt is, ugye ugyanaz a törvény irányítja, mint amit a csillagok, ami a csillagok mozgását befolyásolja. Ha ismerem azt a törvényt, és én alkalmazkodom hozzá, akkor otthonra találok ebben a világban, akkor megértem azt a törvényt, ami szerint az életem zajlik. Ezt a törvényt logosznak hívják a görögök, és Nekünk ismerős lehet ez a logosz kifejezés, akár a János Prológusból, a János Evangélium kezdetéből, hiszen a kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige, ő volt kezdetben Istennél, minden általa a lettés nélküle semmi sem lett, ami lett benne élet volt, és ez az élet volt, az emberek világossága. Ugye így kezdődik, és még idézhetnénk tovább. Nem véletlen, hogy János, aki, tudjuk, egy, egy görög filozófián felnövő, néphez fordul, neki írja az evangéliumát, használja ezt a kifejezést. Nagyon jól tudja a görög gondolkodásnak ezt az általános ö, igazságát, hogy a minden mögött levő törvényre kíváncsiak ők. Nyilván a görögöknél ez még nem személyes remény volt. Az a logosz nem egyenlő a keresztények logoszával, majd a kereszténységről is szólunk. De hát ugye van egy vak ö, sors, egy fátum, ami a világot mozgatja, aminek én is részese vagyok, amit nem tudok elkerülni, ami utol fog érni engem. Ezért lehetséges a jövőt ismerni, mert minden egy törvény szerint zajlik, ami eddig volt, az fogja meghatározni azt is, ami ezután történik, ami eddig már ismert lett. Ha én azt okosan látom, és a változások mögött egy állandót keresek, akkor látni fogom a jövendőt is. Az első történetírók így határozták meg például a történelem mozgatóját. Hérodotos azt mondta, hogy a hübris és, és a nemezisz az, ami ugye mozgatja a világot, Hübris a gőg, a nemezisz pedig a bukás. Az ember mindig, mindig tagadja a határait, túllép azon, és mindig ennek következménye a bukás. Ugye, egy növekedés is, egy határt elérve, ha azon túllép, akkor következik a bukás. Hérodotos ebben látott minden történelmi eseményt, minden személyes történést is, hogy az embert megkísérti az, hogy ne vegyen tudomást a határairól. Ez a gőg, amikor az ember ugye, többet képzel magáról, és előbb-utóbb megérkezik a bukás emberek és nemzetek életében. Aztán nagyon érdekes tuküd aki azt mondja, hogy a történelemben az állandó az az ember maga, az emberi természet, amelyik nem változik az emberi természet, aki, amely a múltban ugyanúgy működött, mint a jelenben, hogyha ha ismerem jól a múltat, ki tudom olvasni benne, mi az általános emberi természet ismérve, akkor megismerhetem jobban magamat és az előttem álló helyzetet és világot. A mítoszok ezért működhetnek. A mítoszok azért élőek mindmáig, tudom, önök szeretik -e a mítoszokat, <tosz> érdemes, mert, mert az ember megérzi, hogy hát benne vagyunk, pedig hát több ezer évvel ezelőtt születtek. <kül> hát, az a mítosz, ami Tézeuszról szól, aki elmegy megütközni a Minotaurussal és az apja aggódva engedi el, és jelben állapodnak meg, hogy ha fekete vitorlákkal jön, akkor meghalt, és, és gyászolni kell, ha fehérrel, akkor sikerrel járt, és visszaért, és tudjuk, Tézeusz végül Ariadné segítségével legyőzi ezt a bikát, aztán Ariadnét becsapja, ugye ott hagyja egy szigeten, a nagy sietségben pedig elfelejti a vitorlákat is kicserélni, és az apja, aki messziről kémleli, hogy mikor tér vissza, akkor azt látja, hogy fekete vitorlák, és bánatában kiveti magát az ablakon. Érezzük azt a tragikumot, ami hát az emberi meggondolatlanság, vagy, vagy kapkodás, vagy figyelmetlenség, miatt történik meg. Ismerős ez a történet, akkor is, hogyha más kultúrában több ezer évvel ezelőtt született. Vagy ott van annak a királynak a története, <coughs> Mídász király, aki tudjuk az Istenektől azt kéri majd, hogy mint egy ajándékként, hogy mindenhez, amihez nyúl, változzon aranyjá. És ugye az Isten, aki megígéri ezt neki, azt mondja, hogy hát nem is tudod, mit kértél. Ő pedig, miután az ígéret megtörténik, az Isten része, kipróbálja, hogy működik -e. először egy kalászt le, és aranyjá változik, aztán egy ágacskát aranyjá változik, és egyre boldogabb, és, és ugye hazatérés és, és ugye, lefekszik az ágyába, és, és a papla, meg minden az arany lesz. Yeah. Aztán nagy lakomát rendeznek, és nyúlna az ételér, de mire a szájához viszi, az is aranyá lesz eléfut a kisfia, és örömmel átöleli, és az is aranyá dermed meghal. És ugye mindaz, amitől ő azt hitte, hogy gazdaggá teszi, és szerencsésé teszi, az a legnagyobb átokká lesz az életében, és kéri az Isteneket, vegyék vissza ezt az adományt. Ismerjük ezt a történetet, vagy ismerősnek hallatszik, hiszen tudjuk, az ember nem az életed választja, hanem valamit, ami siker, anyagi dolgok, akkor nagyon sokszor az élet hal meg körülötte lesz önzés, irítség az élete része. idész és a mítoszok és az ember maga, mint a történelmnek a főszereplője, alanya, tehát valami, valami fontosat ad át, amikor azt mondja, hogy hát ha a múltat jól megismerem és az ember természetét jól feltérképezem, akkor ismerni fogom a jövőmet is. Aztán még itt kiemelnék egyet a sok példa közül, Polübios, aki hát nem csak azért, mert Rómáról írt, és hát Rómát mi szeretjük, <kül> az egész világ történelmét Róma megalapításához és a római világbirodalom megteremtéséhez kötötte. De nagyon érdekes, hogy ő például leírja Róma nagyságának egy érdekes pillanatát, mikor Szipió legyőzi Kártágót, és Polübios egy érdekes beszédet ad a győzelem pillanatában Szípió szájába, ez pedig az, Cipi ott a győzelem pillanatában, amikor a legnagyobb riválisát Róma végül megsemmisíti, nem Róma nagyságáról szól, hanem arról, hogy egyszer majd Róma Rómiai fölött is valaki győzelmi éneket mond. Azaz, és ettől lesz bölcs Cipió, és, ezt, cipió és ezt, ezt, eleveníti fel Polybius is, hogy a világban a bukás és a felemelkedés, a siker és a kudarc, a győzelem és a vereség, az mindig egyenlő. És amikor egyszer győz valaki, akkor kell egy vereséget is megélő nemzetnek lenni, de ez forgandó, mert egyszer majd mi leszünk azok, akiket legyőznek. Igen. Yeah. születés és elmúlás, siker és kudarc, győzelem és vereség, aránya mindig egyenlő a világban. És előbb-utóbb utolér, ugye rám Róma is, Róma is előbb-utóbb majd, majd megéli azt, hogy lesz nála erősebb, aki majd rómjai fölött győzelmi éneket mond. És hogy Kicsit előbbre is ugorjunk, hogy <kül> hát milyen érdekes ez, hogy, hogy akár ez a, ebből a gondolatból kiindulva, a 20. század elején volt egy híres történész, Oswald Spengler, aki a nyugat alkonyáról élt. És ő is egy picit több kultúrát hasonlított össze, és azt mondta, minden kultúrának van születése, delelője és hanyatlása. Ugye? kicsit akár ebből kiindulva kell, hogy legyen siker, és kell, hogy legyen majd egyszer bukás, kell, hogy legyen születés, és kell, hogy legyen elmúlás, legyen győzelem, és legyen vereség. És ő arról beszél, hogy valóban nyugati kultúra, a 20. század elején már ő ezt vizionálja, az első világháború végén jelenik meg az első kötet, és második majd a 20 évben. években, azt vizionálja, hogy az európai kultúra elérte a delelőjét, és és el kell búcsúzni tőle, és majd lesz egy másik kultúra, aminek át kell adni a helyét. Hiszen a világban egy örök ütem szerint történik mindez. A görögök bölcsessége tehát <coughs> ebben a törvényszerűség keresésében nyilvánult meg, és ahogy mondtam, <coughs> minden változás mögött a változatlant keresték. Ezt a ciklikus és örökké visszatérő, irányt ezt szakítja át, vagy ezzel szakít a kereszténység, egy teljesen forradalmi, először a zsidóság, aztán a kereszténység, teljesen forradalmi világlátással, képpel Ez pedig rögtön abból indul ki, hogy a világnak van kezdete, tehát nem lehet egy örök ciklus, és ha van kezdete, akkor ez a kezdet valamilyen céllal, céllal születik. És a vak sors a békjóitól így menti meg az emberiséget, hogy Hát, az Isten, hát a történelmnek van egy ura, a világnak van egy teremtője, ez pedig maga az Isten. És a szabadság most már nem abból áll, hogy egy logosznak engedelmeskedve megtaláljam a saját helyemet a világban, hanem a szabadság abban áll, hogy én erre az Istenre figyelek. És hogyha figyelek rá, akkor az életemnek kiteljesedése lesz. Maga a zsidó nép története és a zsidóság is így éli meg a történelmet, hogy az Isten hol felemel, hol büntet. Attól függően, hogy mi hűségesek vagyunk, vagy hűtlenek hozzá. A történelem nem lesz más, mint pedagógia. Ezt mondják ugye a zsidók, ez olvasható ki az Ószövetségből. <kül> És sokan egyébként Európa mostani válsága kapcsán is akár ezt a történelem szemléletet szokták emlegetni, hogy hát figyelmeztetés mindaz, ami Európával történik, vissza kell térni a gyökerekhez, a hűtlenségével, a kereszténységtől való elfordulással történt minden, ami történik most körülöttünk. Milyen érdekes, hogy lám ez a történelmi szemlélet, ami az Ószövetségben ott van, ez, ez eleve mind máig. Azt is tudjuk azonban, hogy nemcsak nem csak a sors békjójából ment ki minket, akár az a szemlélet, hogy a világnak van kezdete, és tart egy cél felé, azaz nem egy örök körforgás, nem egy vaksós, nem egy személyes Isten az, aki szeret minket, hanem olyan értelemben is, hogy közben puskázok, nehogy partalan legyek. Így van. Így van. Nem úgy is, hogy, hogy ez, a, ez a Minket szerető Isten, ez gondviselő Isten. És nagyon sokszor, amit mi látunk, azt azért nem értelmezhetjük, mert nagyon benne vagyunk. Kell egy pont, ahonnan visszanézve megérthetünk mindent. Én József történetét hoztam így példakép, hogy József, ugye büszkesége, az apa szeretete, Jákóbi, amivel kitüntetőt, ami végül irigyé teszi a társit, és végül őt, majd hát majdnem megölik emiatt tudjuk aztán egy kiszáradt uh, ciszternába dobják, majd eladják rabszolgának Egyiptomba. <kül> Végül majd azt eredményezi, hogy közbenjáró és megmentője tud lenni testvéreinek és Jákob népének. És azt mondhatjuk, hogy ezt az eseményt úgy részleteiben nézzük, akkor nem nagyon látjuk benne a gondviselést. Emberi indulatot látunk, önzést látunk, gőgöt látunk, gyűlöletet látunk, <kül> gyilkos dühöt látunk, és végül az egészet, mikor megnézzük, azt látjuk, hogy minden mögött ott volt egy isteni gondoskodás és szeretet. A keresztény hit kiegészíti a zsidóságnak ezt a, ezt a lineáris képét, hogy valójában Isten az, aki a történelem ura, és Isten vezeti a történelmet, és ha mi nem látjuk, valószínűleg azért, mert túl benne vagyunk, túl közel vagyunk hozzá kell, egy távolság ahhoz, hogy minden a helyére kerüljön. Ez kiegészül azzal, hogy a kezdet, Krisztus eljövetele kiegészül egy olyan célral, hogy Isten országa. Isten országa, amely majd valóság lesz, ami egy történelmi felüli valóság. És ilyen módon a kereszténység egy ellentétet vezet be a világ és a, és a hit között. Ugye? A történelem célja nem itt a történelmen belül fog beteljesedni, hanem a fölött áll. És meg kell találni azt a pontot, ahol majd a velünk történt események azok ki simulnak és egy képet alkotnak. Biztos láttak önök impressionista festők képeit, ugye? Biztos láttak olyat. Hát az ember túl közelről nézi, akkor mit lát? Hát semmit, ilyen festékpacákat lát. Nézi, hogy itt össze-vissza vonalak, nem? nagy sárga, nagy zöld folt, mi ez, ugye? És akkor két-három lépést kell tenni, hogy kirajzolódjon például Moné nem? Tehát az ember, ember, élet önkényes vonalainak is kell egyfajta távolság, egy nézőpont, amiből visszanézve látom az életem eseményeinek a, a rendjét, és, és nem egy kusza kép lesz, hanem, hanem kirajzolódik, hát én azt mondom, egy kép. Ez pedig nem véletlen, hogy az első keresztények is sokszor a templom szentélyére ezt a jelenetet ábrázolták, ez pedig a utolsó ítélet. Ja, elkülönítésnek a, az ideje. Amikor ugye a jó, az igazak, ugye Krisztus jobbjára kerülnek, amisak pedig Krisztus jár, és minden, ami ebben a világban történik, azt ebből a nézőpontból visszanézve kell látnunk. Van egy Atyák által használt euh, tanmese, amit én ide szúrnék most, méghozzá azért, hogy egészen más a velünk történt események megélése, akkor, ha van egy távlat, amiben ezt látom, vagy akár ahonnan visszanézve ezt láthatom, amit a kereszténység végül is a világnak adott reményként. Ismerik talán a történetet, egy nagy utazóról szól, aki szereti távoli vidékeket fölkeresni, más kultúrákat megnézni, és egyszer az útja egy kőfejtő mellett visz el. És tudjuk, hogy a kőfejtés az iszonyú kemény munka, és hát valóban ott, ott az emberek püfölik a sziklát, és, és, szinte vért izzadnak, és eltörik a csákán és szikrázik a kő, és, és ott, ott vért verejtékezve dolgoznak, és ez az utazó megáll az egyik munkás mellett, és, és kérdezi, hogy barátom, mit csinálsz? És mondja neki, hogy hát nem látod, hát tehát szenvedek, hát, hát meghalok itt ebbe a munkába, hát már, már már, vérzik kezem, mindenem, már nem érzem a vállam. Itt lehetne héviszt ajánlani. Ugyan. Most egy picit eszembe jutott, hogy van megoldás, elnézést. Ugye itt olyan peckesen járnak az emberek? Hát, könnyű, könnyű. Itt annyi jó ember veszi körül őket, itt ez a remek tó. Tehát ott teljesen elgyötört arccal mondja, hát ne is kérdezhet, szenvedés az életem, rabszolgamunk, amit csinálok, hát borzasztó. Lép egyet arrébb, és a másik ember az, ugyanúgy püföli a követ, és ugyanúgy hát szakad róla a verejték, megkérdez, barátom, te mit csinálsz? Azt felnéz, és azt mondja, hát tudod, most megfaragjuk ezt a követ, mert majd egy remek falat építünk belőle. Hát én már látom is magam előtt, és... És hát tudod, hát kemény munka, de jól megfizetnek, nem is panaszkodom. Hát ugyanazt teszi, de ugye már, már egy egészen más nézőpontból nézi ezt. És aztán odalép egy harmadikhoz, és <coughs> megkérdezi őt is, barátom, te mit teszel? És azt mondja, hogy hát ne haragudj, nekem nincs időm veled beszélni, oly magasztos ez a munka, amit teszek, én katedrálist építek. Ugye? Látszólag ugyanazt teszik, ugyanazt történik velük ugyanúgy szakad róluk a víz, de a távlat, amiben az életüket látják, amiben azt a pillanatnyi valóságot megélik, az egészen más. A gondviselés hite, ami igazából az örök élet felül és a végítélet felül visszanézve látja az ember személyes életét, vagy akár a világ történelmét, az ad egy horizontot, egy távolságot, amiben a kuszavonalak azok összerendeződnek. Egyébként azt hiszem, hogyha nagyobb távlatba saját életünket megnézzük, akkor nagyon sokszor az ember megtalálja a gondviselésnek, az isteni gondoskodásnak, egy személyes szeretetnek a jelenlétét.